Köszöntök mindenkit innen a kis Kegyet stúdiójából, és úgy gondolom, hogy a mai vendégünket egyáltalán nem kell bemutatni, de ha mégis, akkor köszöntöm Kucsera Gábort, olimpiai negyedik helyezett Európa-bajnok és kétszeres világbajnok kajakosunkat. Szia, Kucsi! Szia, Vilotta! Köszönöm Köszi, a nézőket! Köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat, ahogy itt sorolom a te... Sportban elért teljesítményedet, az jutott eszembe, hogy mégis az emberek zöly, mert nem erről ismer meg már igazán téged, hanem inkább a szelepségedről. ez mennyire zavar téged? Hát nyilván az elején egyébként zavaró volt, hogy nyilván ugye van ez a nagy kaptafoly celeb, és Igen. mindenki celeb aki aki azt gondolom, hogy tévében szerepel, azt most már mind szerepnek hívjuk, ha letett valamit az asztalra, ha nem tett le valamit az asztalra. Ez nyilván eleinte azért eléggé zavar, de én mindig azt mondom, hogy volt, volt sportoló vagyok. Uh -huh. De van két eh, kedvenc televíziós műsorod szerintem, vagy több is, amiben, amire úgy nagyon büszke vagy így visszatekintve is. Hát ö, azt gondolom, hogy ö, ami így nagyon most nagyon így tényleg a szívemhez áll, ez az utóbbi, ami, ami, ami eszméletlenül ö, egy nagy kaland az volt. Az, 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 az Ázsia az Express, az... Express. Igen, de? egy akkora eszméletlen nagy ö, kaland volt számomra, és egy, ö, tényleg egy ilyen meghatározó ö, pont volt az életemben. De nyertél -e már meg másik vetélkedőt is? Nyertem meg már másik vetélkedőt is, de de, 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 de ez más ez más, sokkal másabb volt, mint, mint Pedig az. Akkor lettél igazán híres, amikor megnyerted a sztárókat, fejükre estek Hú, tényleg? Oh, oh, na, látod? Kér, 2008 a tényleg, hát az mikor volt fenned, nem is számolja az ember. Hát az jó, nem tegnap volt Az van. nem, nem, nem. Valóban egyébként az is egy hatalmas, óriási élmény volt, és uh, ezért örülök azt mindig, hogy Dél-Afrikát ilyen, 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 közelről láthattam, de az még az nem hagyott bennem akkora annyira, annyira mély, mély nyomot egyébként, mint most ez az Ázsia. Nyilván azért egy más, másfajta batyúval, csomaggal érkeztem ott az évek egy fiatal suhansz gyerek voltam, aki Ennyi az élet, kár pedig, a mának történet volt, aztán, aztán nyilván ez, egy, ezek már egy másik, másik, másik kucsera, Hát pedig azáltal ismert meg tulajdonképpen az ország, nem mint világbajnok, az csak egy szűk réteg volt szerintem. Hát én azt gondolom egyébként, hogy, hogy, nálunk azért, vagy abban a szempontból, hogy szerencsém is volt, hogy uh, a kajak által sokan, sokan, ismertek, pont azért, mert 2006-ban a Szegeden volt a, a világbajnokság, mm -hmm. a Szegedi Világbajnokság, ahol Kamere Zulival sikerült uh, uh, szintén uh, nekem címet védenem, mert előző év kökeny lettem világban, és ott a hazai közönség előtt Világbajnokok tudtunk lenni az Olival, és, és, és egy hatalmas nézőszám voltam, hogy tudom, hogy rekordot döntött a, a tévénézők uh -huh. száma is, és több mint 50 ezer ember nem volt Szolnokon, szóval eszmetlen jó volt. Mert hát akkor magas, piros, fehér, zöld, meg piros, meg pánkhajom volt, meg nem tudom, szóval nem, elég, <sítható> elég feltűnő, feltűnő srác voltam. Úgyhogy szerencsére egyébként ö, így a, így a kajak, kajak révén ö, azért így ismert, ismert az ország, szerencsére de nyilván a tévé által nyilván az ember mindig több, több réteghez eljut, de azt gondolom, hogy szerencsére tényleg akkor engem a kajak miatt ismertek. Megnyerted, és jött már is a bulvár áldás hatása, összeboronáltak a műsorvezetővel, a Klaudiával. Ó, hát engem, engem állandóan mindenkivel összeboronálnak mindenhol ezt nagyon szeretem egyébként a tisztelt a kivételnek, az ilyen, ilyen újságírókat, meg ezt a búvárt, ezt egyébként ez az, ami nagyon-nagyon nem, 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 szeretem, és, és ez az, ami ami, 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 számomra nagyon terhes, hogy, hogy, hogy manapság tényleg bármit leírnak az emberről, ha igaz, ha nem, megkérdezés nélkül, és egy kicsit ez így nagyon, nagyon elmentél más irányba, azt gondolom, ami régen volt. És azt gondolom, hogy tisztelt a kivételek, mert azt gondolom, hogy mi köztünk van egy olyan viszony, már baráti viszony is, meg, meg mindig is megvolt a, a, a tisztelet, és tényleg uh, mindent meg tudtunk beszélni, és nem nem a ferdítéseket, meg nem a szenzációhajhászás. Főcímek, szalakcímek voltak. Én azt gondolom, hogy ez, 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 ez szerintem nem csak nekem, ez nem soknak terhes. Ez. Uh -huh. Hát, ha már itt járunk a szalagcímeknél, akkor ebben az évbe te megjártad a poklot és a mennyet is. Hoppára, iszom is. <laughs> Egészségedre. Mert, hogy évelején téged kikiáltottak az ország legszemetek pasijának, aki megcsalta a feleségét, feláldozta a családját. Ezt te hogyan tudtad helyre tenni, Gábor? Hmm, sokat... Uh... Hát el, el, elvonultam egy kicsit egyébként, és ez pont ez az, az Ázsia is pont akkor jött egyébként jó kis elvonulás volt uh, számomra, de de minthogy akkor sem, is, uh, ezt most is tartom magam, hogy, hogy én akkor sem szólaltam meg uh, ebben, a, ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy a, ez a magánélet, ez a mi, mi dolgunk lett volna, és ez oda is tartozik. És én ebben akkor sem nyilatkoztam, és én most sem. Ennek ellenére hát, megjelent egy címlap, az, amiből az egész ország tudomány szerzett a ti magánéleti konfliktusotoktól. A gyerekeket hogyan tudtátok ettől az egésztől megvédeni, Gábor? Hát nyilván próbálja az ember um, <laughs> minél, minél jobban megvédeni, de de nyilván nehéz egy, egy, egy ilyen esetben, amikor egy ilyen ilyen váratlan cunami zúdul az ember ember nyakába akkor, akkor nyilván próbál tüzet oltani, hogy ilyenkor már csak azt lehet gondolom. Miért majd... mondod, hogy váratlan szunapi? Tessék? Miért mondod, hogy váratlan szunami? Hát ezt én elmondtam az elején, és azt mondom, tartom magam, hogy én csak ennyit beszélek erről a történetről, nem fogok ebben, ebben tovább, tovább válkálni, meg belemenni. Azt gondolom, hogy Uh, Szabina az mindig a gyermekeim anyja lesz, ezt a kellő, kellő tiszteletet, ezt, ezt, ezt mindig is meg fogom neki adni, és meg is kapja tőlem mindig. És ebben a dolgban én nem is foglalok állást. <gül> <gül> Nagyon diplomatikusan fogalmaztál. És most hol élsz, hol laksz? Hát én most édesanyám még már, már egy ideje. Uh, uh, nyilván. Uh, ez egy, ez egy igen nehéz időszak volt ö, számomra. Ö, laktam, a, életben laktam barátoknál, de aztán valahogy úgy, úgy, úgy... Tehát ha, haza, ha, haza édesanyához, ott, ott a Mama Hotel. Mama, mama hotel a Mama, mama hotelba, ö, 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 csöppentem, de egyébként tényleg, tényleg sokkal, sokkal jobb volt, hogy tényleg magam tudtam, tudtam lenni. Volt, van egy külön részem ott a, a, a anyuéknál, úgyhogy egy külön kis szárnyam, úgyhogy ott tényleg egyedül tudok lenni, és, és, azt gondolom, hogy, nekem most erre volt szükségem. Nyilván laktam barátoknál is, de aztán mondta, hogy ne, neki semmi, semmi értelme, értelme nincsen. Uh, mert azért ez a, ez a helyzet ez nem, egy, nem, egy, nem egy nagy buli, hanem ezt azt gondolom, hogy ezek okkal történtek, és az ember ilyenkor uh, ilyenkor igenis kicsit lekerülni, és magába, magába nézni, számot vetni, és, és, és azokat a dolgokat, amiket elrontott, vagy hibázott, azokat megpróbál, megpróbál uh, változtatni. Én, én, én így éltem meg, én változtattam magamon nagyon-nagyon-nagyon sokat, szemmeléztem azokkal a hibákkal, amik, amik, amik voltak, aztán most már jól érzem magam. Mi változtattál? Hát magamon is kellett egyébként nyilván, nyilván változtatni, és, és más más szemszögből. Az emberek hajlamosak mindig másban keresni a, a hibát, és azt gondolom, hogy először. először Uh -huh. A beismerés az, hogy mit tettél, vagy mit csináltál, vagy hibáztál, vagy mik a hibája az embernek, azt, azt, azt az, arra rájönni, arra, arra is szembesülni, az mindig sokkal nehezebb dolog. És mik a te hibáid? Hát most már nincsen. Ó! Oh! Azt mesélted, hogy jogázol naponta. Igen, 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 nekem a jóga egyébként nagyon... Sokat segített a meditálás egyébként, uh -huh. hogy tudtam meditálni, tudtam egy kicsit így a belsőmre koncentrálni. Aztán a reggeli joga az meg mindig egyébként így tényleg ilyen, ilyen energetizáló volt, napindító volt, mindig jó jó indultak tőle a napjaim. Nyilván elkezdtem ismételten ugye edzeni edzőterembe járni folyamatosan, ami szintén szintén nagyon jót tett nekem, még mindig jót tesz nekem az edzés vagy uh -huh. a, a sport, ugye, és ezt, ezt ezt hajlamos vagyok elfelejteni, és elfelejteni, inkább ellustulni. Uh -huh. uh, és, 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 és mindig így kerülgettem, majd holnap, majd holnap, meg holnap, aztán ahogy lekerülök az edzőteremből, be, a edzőterembe, ott beszív a gépzi, uh -huh. és antól kezdve, meg meg, meg, meg meg tényleg elindul mindig egy jó változás de ugyanakkor minden nap rohansz a fiadért, ér Minden nap rohanok Beniér, a lányokért. A lányokért is te mész? Persze, meg van, meg van beszélve, hogy ki, mm -hmm. ki, ki, mikor megy a, a, a lányokért, vagy a, hát a gyerekekért. ugye... Szerencsére egymás mellett van az bölcsőde iskola óvoda, mm -hmm. úgyhogy, úgy, persze, persze. Sokat, mm -hmm. sokat, sokat vagyok a, a, az életükben jelen, uh, hát ők a mindeneim. Igen, ha valaki, akkor én végig tapasztalhattam, amikor teljesen kicsi volt még a Beni, hogy micsoda változáson mentélte keresztül a fiat kedvéért. A kapcsolatotokról mesélnél egy kicsit? Hát nagyon-nagyon-nagyon szoros, szoros a kapcsolatunk egyébként, és nagyon-nagyon és egy síkon vagyunk így lelkileg is egyébként, szóval nagyon-nagyon érez engem. Mm. Egyszerűen, egyszerűen, amikor, amikor nem, nem is uh, nyilván uh, ezekben a helyzetekben azért nyilván voltak a pillanatok, amikor nyilván az ember nem tudja a, 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 szomorúságát vagy, vagy, vagy az idegességét néha leplezni, de hát nyilván próbálnám a gyerekek előtt, uh, de volt olyan, uh, hogy tényleg látod, hogy szomorú vagyok aztán, uh, vagy ha nem is látta, de érzés, akkor érzem, akkor jön oda, állandóan ölelget, puszilgat, mm -hmm. és, és egyszer még kocsiba, Sose felejtelem, ennyi viszont, hogy rám néz. Hát ez ilyen. Egyszer fent, egyszer lent. <laughs> Annól megzabálak, mondom. Úristen. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon-nagyon nagyon szoros egyébként a, a, a kapcsolatom vele. Eszmetlenül szeretem, szóval tényleg a barátja is vagyok, a haverja, a cinkostársa, az apukája. Szóval ezt azért próbálunk, próbáljuk, próbáljuk jól, jól, kezelni. Minden hülyeségben benne vagyok egyébként, de, de, de mindig elmondanak, hogy a tiszteletet azért, azért megkövettem és szerencsére tényleg olyan jó, jó nevelt, és és, van, olyan tisztelet tudó, hogy, hogy jó, azért át szokta lépni a határokat, de hát akkor apa hamar visszarángatja a földre, hogy na, hogy <laughs> csike, ez nem úgy van. De nagyon-nagyon szeret, szeretünk kettesben lenni egyébként, programozni, most voltunk hétvégén műjégpályán korizni, és akkor mondta, hogy jaj, apa, miért a kettesben együtt, jaj, de jó! <gül> <gül> nagyon klassz a kapcsolatotok. Tulajdonképpen a fiad felé, hogyan tudod előadni ezeket az egész történéseket, hogy megértse beszéltél vele arról, hogy apa miért ment el otthonról? Beszéltünk róla egyébként, és nyilván ügyesen ő ezt, ezt, ezt felfogja fel azért, szóval, hogy most 10 éves a Bence, de, de elég, elég, elég értelmes és fejlett. És, és fel tudja már ezt uh, fogni. Nagyon elkeseredett? Uh, nyilván nyilván uh, nem volt uh, szomó, uh, nem volt feltétlenül boldog, de én, én pedig én még azt gondolom, hogy egyébként, hogy az a mi már éltünk, meg voltunk, az már annyira nem volt jó, hogy az szerintem, hogy az már a gyerekeknek sem volt jó szerintem. És én mindig azt vallom egyébként, hogy ha két boldog kiegyensúlyozott szülő van egy gyermeknek, akkor, akkor ezt lehet jól csinálni, és, és a, gyermek akkor boldog. Isten. Én azt gondolom, hogy a vállás, ez nyilván ez, mindenki megsínyli, mind a két fél, a gyerekek, de ha szerintem ez normálisan zajlik, meg, meg jól csinálják, meg tényleg azt látja a gyerek, hogy tényleg anya is, meg apa is kiegyensúlyozott és boldog, akkor azt gondolom, hogy a gyerekek nem sérülnek annyit, mintha egy rossz házasságban vagytok végig, és úgy nőnek fel a gyerekek. Ebben teljesen igazad van. Valahol azt nyilatkoztad, hogy az Ázsia Express az neked tökéletesen megfelelt arra, hogy átgondold, újra gondold a dolgokat, és rájöttél, hogy számodra a család a legfontosabb. Mikor hazajöttél, próbáltad egy kicsit helyretenni a dolgokat otthon? Inkább, igen, a család az nagyon fontos számomra. Azt gondolom, hogy így is mindig egy család leszünk. Azt gondolom, hogy a Szabina mindig számíthat rám, én is számíthatok rá, a gyerekeknek mind a ketten ott vagyunk, számítunk egymásra. Én azt gondolom, hogy inkább egymás felé a viszonyunkat próbáltuk rendezni, hogy tényleg tudjunk normálisan kommunikálni egymással is, és beszélni egymással. Megbeszélni azokat a hibákat, uh -huh. dolgokat, problémákat, fájdalmakat, sérelmeket, amik, 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 történtek egymás felé. Sikerült? Sikerült, igen. Szuper. Itt van a karácsony a nyakunkon. Hogy tervezed, hogy a gyerekeknek továbbra is ez a legszebb ünnep legyen? Hát ez továbbra is a legszebb ünnep lesz a gyerekeknek. A legszebb ünnep volt, és az is, az is marad. Úgyhogy gőzerevel készülünk a karácsonyra. Hát uh, nyilván már itt nem tudjuk betetni a dolgokat <razor> múltkor. De van ez az elfmanó, és Igen. azt mi nagyon régen mi vettük neki, és akkor az elfmanó minden nap máshova. ezt Aztán már mondta, hogy tényleg hülyének néztek. Mi van? Szóval azt, 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 nem tudom, hogy te rakosgatod jobbra balra azt az elfmondom. úgyhogy engem már nem etessetek meg, és nem olyan Jézuska hozza a fejét, az ajándék, Mi jó van, de mondom, légy és hallgatban, még van két hugad, aki még ebben hisz meg. Úgyhogy ne lőd le a poént. Megvetted már az ajándékokat? Már megvettem mindenkinek mindent. Hú, de ügyes vagy! Én nem, régen, régen egyébként, hajlamos voltam így az utolsó napra, a én én mm. be, és akkor mindent akkor le, de aztán, 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 tudod, ez a, ez a decemberi forgatag, meg, 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 ez a egymáson, azt érzem egyébként, hogy én például a karácsonytól egyébként is szeretem magát az ünnepet, főleg így, hogy most már gyerekeim vannak, így régen annyira így nem csipásztani, az ajándékozás, meg ezeket Aha. gyerekként szerettem, de emlékszem, hogy én mindig edzésem voltam, akkor fát kell díszíteni, mondtam, nagyon mindig később jövök haza. Én nem, nekem vagy az így nem. Aztán nyilván, hogy lettek a gyerekek, uh, nyilván most már én is azért átélem és ezt élvezem. Uh, a meg, meg, meg a meg, a, meg meglepít, de ez amivel jár, ez a, ez a már decemberben fú, nem lehet közlekedni a városba, mindenki stresszes, idegbeteg egymással anyázik, szóval nem értem, szóval jön a szeretet ünnepe, de közben előtte mindenki gyűlöli egymás, meg utálja egymás, hogy annyira, annyira fura nekem ez. Mesélted nekem, hogy régebben, amíg, amíg otthon minden ember volt, úgy ünnepeltétek a karácsonyt, hogy a gyerekek miatt nálatok voltak a szülők, nagyszülők, sógornő, sógor. Idén hogy lesz? Uh, idén is így lesz egyébként, ezt így, ezt így tar, 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 tartjuk, ezt a nagy-nagy ezt karácsony dolgot. Úgyhogy uh, ez, ez most Hol is így fog, így, fog, így fog történni. Hát valószínűleg kint majd... Uh, Eresen fogunk majd ott ott, ott karácsonyozni, oda jönnek majd a, a nagyszülők, meg, meg a tesók, meg művérek, meg családtagok, uh -huh. úgyhogy szerintem ott ott lesz a karácsony. Uh -huh. A történtek ellenére sikerül majd így ilyen meleg, otthod, most meghitt ünnepet varázsolni? Persze, sikerül, persze. Nagyon, nagyon <gül> <gül> pozitív vagy, kucsikám. <laughs> ha nem, akkor majd repkednek a tányékok. <laughs> hát azért azt nem kívánom nektek, de... Mi van az albérleteddel? Találtál már albérletet? Na, néz, nézegetem, nem hogy a tatár, nyilván édesem már mondta, hogy már jó lenne azért most kicsit arra menni. De, de, de nyilván egyébként nehéz, nehéz olyat találni, ami, 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 amire szükségem van. Nyilván az én behatárolt vagyok abban, hogy nyilván ott veres egy ház a környékén kell albérletet nézni, ennyi a három gyerekre kell, szóval azért nem könnyű, uh -huh. és nem, 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 sok mindent talál az ember, de rajta vagyok. Pedig szerintem kapásból tudnék több ezer ingyenes albérletet nekem. köszönöm, <gül> <gül> Köszönöm, kihagyom. <laughs> hát te... Jó nekem egyedül. Komolyan? Aha, igen. Még mindig szingli vagy? Igen, szingli. Igen. Ez komolyan mondom. Komolyan, és jó ez így neked, Gábor? Ah, igen, igen, igen. Én most, most úgy vagyok, nem vagyok, nem vagyok így, így, felkészülve egyébként. Így. Nagy pofon neked most, ami történt? Ah, nyilván igen, igen, azt gondolom, ez egy, ez, egy, ez egy nagy pofon. az lenne fura, hogyha nem lenne egyébként nagy pofon, vagy, vagy az ember nem, nem élné meg, meg, ezt rosszul, akkor, 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 akkor furcsálóan magamra. Úgyhogy most így, így, jó, 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 jó egyedül. Jó nyugiba. Szerintem, mondha nem mondok igazat, de én úgy gondolom, hogy te még a lelked mélyén számítasz arra, hogy hát, ha helyre lehet tenni a dolgokat. Nem, én nem, nem számítok egyébként, én már, én már, én már így semmire. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt így, így, mind a ketten ezt már lezártuk magunkban ezt a, ezt a dolgot és uh, szintén mindenki most már a saját, saját dolgaira koncentrál. És meddig leszel vagy olyan szingli? Hát nem tudom, remélem nem sokáig. <laughs> Mi ez a remélem? Nem hiszem. tudom, nem tudom. Egyébként én tényleg annyira nem, hogy így, most így kint is kérdezték újság, hogy hú, és hogy kint, hú, milyen nők voltak, és így mondom, hú, hát gyerekek, nem tudom, hogy annyira más voltam én 5-6 hétig hogy a Dávidkámmal Kámmal feküdtem, keltem, nőre nem mertem nézni, mert Úgyhogy, úgyhogy nem tényleg nem nem, nem, nem vonz ez, a, ez az egész dolog most egyébként most annyira úgy úgy ilyen abban vagyok, hogy magamra magamra összpontosítok, megfókuszálok uh, nyilván azokat a dolgokat, amiket így 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 elterveztem, azokat megcsinálni, az álmaimat megvalósítani. Uh, értem én ezt a, a kucsitanyát, a ugye a tábort, hogy, hogy azt, 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 még jobbra, még több helyet keresni, még, 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 több tábort csinálni, a tábort bővíteni, különböző dolgokkal, szóval ezen, ezen uh, dolgozom. Uh, gyerekkori álmom volt, vagy régi álmom volt, én álmom volt egy ruhamárka, ami, 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 szerencsére az is elindult, és, és, és létrejött. Szóval én ilyen kis, most ilyen önmegvalósító korszakomban vagyok, és most így, így, így tényleg csak így, így, magamra és a gyerekeimre összpontosítok és figyelek. Sok sikert kívánok neked ehhez. Köszönöm szépen. Boldog karácsonyt, boldog karácsonyt. új évet, Nektek is köszönjük szépen a figyelmet, nagyon boldog, szép karácsonyt kívánunk, de addig is ne felejtsétek el nézni a kiskegyet.hu-t és a kiskegyet magazint. Sziasztok!